Hello, sziasztok! Itt van ez a Kiwi Strike 125 köbcentis motor. És ugye, mint egy új gazdaként, ugye az elsődleges dolog, amit egy gondos gazda megcsinál ugye a motorjával, az, hogy az olajat kicseréli ebbe a motorba. Hát ugye 10.000 km van ebbe a motorba, az előéletéről annyit lehet tudni, amit ugye az előző eladó elmondott. Nem biztos, hogy az teljesen úgy is volt. Úgyhogy mielőtt tovább gyilkolnám ezt a gépet, kicserélem bent ugye az olajat, illetve az olajszűrőt, mert azt ugye együtt kell. Olajról annyit, hogy ugye 10W40-es olaj van ráírva, de nyilvánvaló, hogy az autóhoz, ami van, az a 10W40-es olaj, az nem lesz jó hozzá, hiszen egy motor az sokkal nagyobb fordulatszámokon dolgozik, sokkal kevesebb olaj van benne, és ezáltal oda egy speciális olaj kell. Most teljesen mindegy, hogy milyen márka, vannak minőségi márkák, ugye én a Castolt választottam, kimondottan motorhoz való olaj. Lehet, hogy nem ez a legjobb, lehet, hogy van nála sokkal jobb is, de én Castrolos vagyok. Aztán ami még kell, ugye ehhez a szereléshez kell hozzá egy gyári olajszűrő, ami remélhetőleg típus azonos szűrő lesz. Aztán ugye a szerszámozottság az nem egy olyan túl bonyolult, kell hozzá egy 21-es dugókulcs, kell hozzá egy 10-es dugókulcs, valamint ugye blokkfelenként van egy-egy olajleeresztő csavar, illetve a túlsó oldalon van egy ilyen ülepítő részén azt is le fogom venni, úgyhogy ahhoz kell egy 8-as dugókulcs. Aztán ami ugye kell, egy ilyen olajfelfogó tálca, ugye én nem profi szerelő vagyok, úgyhogy nekem van egy kartonpapírom, amiben raktam egy ilyen olajos rongyot, valamint van egy ilyen kis tejfölös dobozom, abba fog majd az olaj vélhetőleg belefolyni. Aztán kesztyű, rongy, illetve az a szerszám, ami most így hirtelen, én úgy gondolom, hogy nem kell hozzá, de majd biztos, hogy lesz olyan, amihez el kell futnom egy másik szerszámért. Ja, ami fontos, hogy a motor az üzemmeleg, néhány percet járattam, ugye ezt túlfogadó olajnál nem lehet, de hideg olajnál sem lehet normálisan leengedni a dolgokat. Először is el fogom távolítani ugye az egyik olajleeresztőt, aztán utána eltávolítom itt az olajbetöltőnek a kis sapkáját, azáltal meggyorsítom majd az olajnak a kifolyását. Közben, amíg lefolyik az olaj, a túloldalon eltávolítom a másik blokkfélből is a leengedő csavat, valamint azt a kis ülepítő részt, ami ott van. Megnézzük, hogy mi van ebbe a motorba, különösen megbontás nélkül, és akkor utána fogom kivenni az olajszűrőt, utána behelyezzük az olajszűrőt, szépen visszacsavarozgatok mindent a helyére, és megy bele az olaj. Előre láthatólag talán jó, ez nem egy olyan profi dolog, amit most mondani fogok, de előre láthatólag papírtömítésekre nem hiszem, hogy lesz szükség, hiszen vannak ógyűrűk is ezekbe a részekbe, és remélhetőleg az ógyűrűk azok normálisan meg lesznek, illetve normálisak maradnak ugye az eltávolítás után. Ha nem, akkor viszont kihagyok egy hetet, és akkor majd az összerakás egy hét múlva fog elkészülni, mert hát meg kell hozzárendelni a gyári alkatrészeket. Egyébként dörög, villámlik, úgyhogy a kutyán az elképzelhető, hogy ide fog bujkálni állandóan, majd meglátjuk. Amit ugye mondtam, hogy itt van egy olajleeresztő, illetve ezen a blokkfélen van egy olajleeresztő, és itt van ez az ülepítő rész, ezt később fogom levenni. Most megpróbálkozunk ezzel az olajleeresztővel. Na ezt flankón bele is ejtettem ebbe a kis pekerájba. Nagyon örülök neki. Igazából majd egy mágnessel kihorgászom ezeket a dolgokat. Úgyhogy itt van az az említett olyan szerszám, amire én nem gondoltam, hogy kelleni fog. De kell. Ugye közben levettem az olajbeöntő sapkát. Úgyhogy a horgászattal így lassan meg is leszek egyébként. Ezen a felén ugye van egy rugóben, elvileg kell benne lenni egy golyónak.
És azon kívül még ugye van az olajleeresztő kis csavarunk. És akkor most jön a másik blokkfél leeresztő csavarja. Ugye az előbb nem figyeltem eléggé, kiesett a rugó meg az a kis stift, amit én ugye eredetileg golyónak gondoltam, hogy golyó lesz ott. Na most itt olyan nincs. Ugye lehetett látni, hogy gyanúsan kevés volt az olaj, hogy az egyik blokk felett engedtem le. Ugye itt jön ki a maradék. Aztán szépen, hogy egyre kevesebb olaj folyik ki, levesszük ezt a ülepítő csészét. Kíváncsiságból megnézem, ott is mi a helyzet. Ez a házilagos olajcsere, ez egy ilyen fetvengős művelet. Nyilván a szervízben, ahol megvannak rá ugye az eszközök, ott teljesen másképp megy, felemelik ezeket a motorokat. Oké, szépen finoman leemelem. Hát, ha jönnek a meglepetések vele együtt, ugye egyszer itt van egy gyógyidő, ott lehet látni alulról egy szűrőt. Mutatom ezt a kis ülepítő részt. Ez így néz ki, hogyha le van véve. Úgyhogy túl sok szemét nincsen benne. Egy ilyen kis, valami kis porszemnyi valamit látok benne. Letakarítva így néz ki. És mutatom, hogy mi a lényeg ott azon a felén. Nem tudom, hogy látja így a kamera. Megpróbálom bemozdítani arra a részre. Ugye ott belül van egy szűrő. Arra a szűrőre ránézek. Úgy különösebben nem látszik semmi rajt. Az, hogy melyik irányból folyik be az olaj. Hogy nézze. Igen, itt van alul egy ilyen kis vájat. Ugye ott folyik be az olaj. És ugye fölfele pedig az a kis szűrő akadályozza meg, hogy szennyeződések feljebb jussanak. Ez is egy ilyen kis plusz dolog, azt szépen letakarítom belül. Aztán igen, nem látok rajt belül se, így se szennyeződést, úgyhogy ez a rész is mehet vissza szépen. Oké, tehát akkor megy vissza ez a kis fedél, mindjárt megnézzük, hogy az ógyűrű helyén legyen. A szennyeződés nem szabad, hogy dajt legyen. Tönkreteszi az ógyűrűt, és nem lesz tömítésünk. Csavarokra rápillantottam, egyenlő hosszúságúak, úgyhogy azt nem kellett figyelnem, hogy hova pakolom ki őket. Magát a meghúzást azt még folyamatosan körbe. Elképzelhető egyébként, hogy a szervizben ezt nyomaték kulcssal csinálják. De szinte mindent most már, minden olyan csavart, ami egy motorhoz tartozik, valamilyen nyomatéknek a tárdozásával húznak meg. Ugye ezen a leengedő csavaron van egy ilyen kis rézalátét. Megnézem, hogy van-e ilyen rézalátétem, és akkor ezt is cserélni fogjuk. Na hát olyan rézalátétem nincs, ami ide kellene.
Úgyhogy itt a visszalakástán arra kell figyelni, hogy a blokk oldali részen legyen az alátétnek az a fele, ami ugye nincsen meggyűrődve. Ugye ahogy húzom meg a csavart, hogy a csavar valamilyen szinten beleteker, belevág. Hát így most itt lehet köpködni egy picit, hogy tényleg ezt az alátétet azért illik kicserélni ugye az olajcseréknél, hiszen ugye a réznek az az elsődleges feladata, hogy ugye puhább anyag, ahogy meg van húzva, ráfeszül ugye erre a blokk elemre. Itt is igazából nyomaték kulcssal kellene húzni. És ugye a helyes visszahelyezés az így lesz. Ugye ez itt kihullott. Közben ugye meg vagyok az olajnak a leeresztésére, úgyhogy most ki fogjuk venni az olajszűrőt. Azt még megjegyzem, hogy be van állva a derekam, úgyhogy ezeket a dámszarvas üzekedési hangokat azért fogom kiadni néha-néha, de megpróbálom őket kivágni a videóból. Úgyhogy így azért egy kicsit nehezen esik így a mozgás. És amire nem számítottam, pedig kellett volna, hogy itt is fog folyni az olaj. Egyébként így első olajmennyiségre, ami lejött, ez nekem elég kevésnek tűnt, attól függetlenül, hogy az ablakot néztem végig, és ott megfelelőnek tűnt az az olajszint. Valamint ahogy elnézem ennek az olajnak az állagát, hát ezt tényleg le kellett cserélni. Úgyhogy legalábbis nekem ebből a színből, ebből az állagból az jön le. Szóval szépen folyik, nem arról van szó, hogy nem. Na szóval itt is van egy rugónk, illetve ez az ógyűrű, ami ugye egyrészt megfogja arról az oldalról az olajat. Ugye ott ki kellene vennem azt az olajszűrőt, most ahhoz egy ilyen kis tusszerszámot fogok használni. Ezen a részen nem érdemes feszíteni, hiszen az ógyűrű oda illeszkedik fel. Most itt van ez az olajszűrő. És ugye ezen is látszik ez a barnás olaj. És ugye most jön a gyári olajszűrőnek a behelyezése. Nem tudom, hogy itt kell mondani azt, hogy gyári olajszűrő, mert nem tudom, hogy a kínait hamisítják-e a kínaiak. Néha egyébként igen. Most, hogyha ezt az olajszűrőt így megmutatom a kamerába, egyébként lehet látni, hogy ez egy tök ilyen fel, de ilyen tök fura valami. Nem tudom. Szívem szerint, hogyha most polcról kéne válogatnom, néznék egy másikat. De most ez komoly. De itt igazából ez mindegy, ja, hát nem mindegy a felirat miatt, hogy helyezzük vissza. Ugye szépen egyébként megtalálja a helyét az az olajszínű. Hát ugye így, hogy nem nyomaték kulcssal, illetve nem mindenhol teljesen új tömítésekkel dolgozom, így majd azért nézni kell a motor alatt, ugye a részgyűrűknél, ugye, hogy van-e folyás, illetve itt is, hogy lesz-e folyás. És nincs ótva a rondában nál, amikor egy ilyen motornak a
magának a motor része, ez hótolajos, meg köbi magából az olajat. Akkor jöhet az olaj betöltés, egyébként ez tök frankon meg van oldva ezen a kis flakonon. És ugye itt akkor nekünk 8,5 decit kellene beleönteni, ami ugye tök jó. Ugye és nem deciskálázással van ez a flakon, úgyhogy maga a betöltése egyébként az tök frankó, tök jó, meg lehet látni, hogy ez egy ilyen kis piros színű, elég finom olaj. Aztán ugye van itt egy ilyen kis nívóm, azon keresztül tudom ellenőrizni, hogy mennyi folyt le. Ugye olyan túl gyorsan nem folyik, elég kicsi a nyílása, viszont ezáltal a betöltés az tök egyszerű. Legalábbis ebbe a motorba, ebbe a pofon egyszerű a betöltés. Ugye itt az ablak alapján, a nívó alapján elértem a teljes feltöltöttséget. Ugye a lényeg az, hogy ezt a kis betöltőfedelet is vissza kell csavarozni. Ugye minden ilyen kis olajcseppet próbálok leterölni a motorról. És eddig tök szép volt, hogy nem volt rajta motor olajfolyás sehol se. És számomra ilyen ótvar ronda, hogyha gyúvás a motorja egy motornak. Ezt annyira nem tépem meg. Szóval igazából egy ilyen Kiwi 125-ös motornál körülbelül ennyiből áll egy motorolajszűrő, illetve motorolajcsere. Hát ugye igen, ott a tömítéseknél hibáztam, ott ezt a két résztömítést, azt tényleg ki kellett volna cserélni. Ugye még itt a papírtömítéseknél tényleg azt mondom, hogy mivel hogy nem sérültek, hogy a levételkor ezek a papírtömítések, és ugye mivel hogy van rajta ógyűrű is pluszba, még annyira nem tartom gáznak, de azokat a rézalátéteket igen. Hát úgyhogy figyelnem kell ugye a motoromnak az olajszintjét, illetve a motorolaj csöppenést. Az a maximum annyit értem el, hogy ezt nekem az olajat még egyszer le kell engednem. Aztán, hogyha csöppenik, akkor ugye újra. Új alátétekkel vissza kell majd rakni. Hát ez van, ennyi. Mondtam, nem profi szerelés lesz. Na szóval köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot erre a videóra. Valamint, hogyha úgy érzitek, hogy ez a csatorna tud nektek olyan plusz dolgokat mutatni, illetve nyújtani, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, sziasztok!